Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy ha halat kér, kiad kígyót neki. Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót tenni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez ugyanis a mózesi törvény és a proféták tanítása. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt hallottuk, hogy kérjetek és adnak nektek, mi juthat erről eszünkbe. Hát nekem éppen az indul a bakterház, amikor az öregasszony mondja, hogy majd adok én neked. Emlékeztek rá? Majd adok én neked, te büdös kalak. Egy iskolai misén vagyunk, igaz? És én is voltam ám ilyen iskolai liturgiákon, ilyen idős koromban, mint ti. Bizony. 14-től 18 éves koromig egyházi iskolába jártam, a Bethlen Gábor református gimnáziumban, Hódmezővásárhelyen. Ez a Kolping iskola, ez egy katolikus iskola. Igaz? És oda jártam a gimnáziumba, és volt hasonló nagy, közös, kötelező istentisztelet. Hétfő reggel, tehát kész terror. Ettől rosszabb már csak a péntek délután 4 óra lett volna. És hát hogyhogy nem, a későbbi Péter atya nem járt ám ezekre az istentiszteletekre. És nemrég jutott eszembe ez, hogy én nem jártam azokra, és a szívemben úgy elgondolkodtam ezen, hogy hogy is volt ez annak idején, hogy én 4 évig nem jártam ezekre a hétfőröggeli áhítatokra. És tudom már pontosan, hogy volt, hogy 4:48-tól 3:48-ig, az egy kicsit lájtosabb volt, mint itt, hogy 3:45 óra mise. De mondjuk az hetente volt, ez pedig itt 2 hetente van. No tehát, elgondolkodtam ezen, amikor ez eszembe jutott, hogy én miért nem jártam azokra annak idején. Nem vagyok erre büszke, és nem azért mondom, hogy ne gyertek erre a misére, mert nem jöttek, akkor adok én nektek. Úgy jártak, mint Bendegúz. Na nem, ez csak vicc volt. Szóval, azért nem jártam, mert büszke voltam. Rájöttem erre, ez most egy ilyen nyilvános bűnvallomás. Más piszkos titkaimat nem fogom itt elmondani nektek nyilvánosan, majd ezt a gyóntató székbe a papnak, mert ha közületek valaki egyszer pap lesz, akkor is meghallgathatja. De akkor se igazából neki, hanem Istennek. Szóval büszke voltam. Büszke voltam, és inkább helyette még egy kicsit esetleg tovább aludtam, vagy elmentem a strandra úszni. Volt egy időszak korarokkal, amikor jártam úszni. És tényleg büszke voltam erre, hogy én nem járok. Az osztálytársaim néha megkérdezték, hogy miért nem jövök, és akkor néha esetleg azt mondtam rá, hogy én katolikus vagyok, református istentisztelet, hogy nem vagyok. És mostanában
amikor eszembe jutott ez a szokás, ez a rossz régi szokásom, hogy bűnbánatot tartottam, hogy hát most eltelt azóta 16 év, szeretnék a protestánsokkal, ugye református, evangélikus vagy más felekezetűekkel kapcsolatot tartani, és annak idején nem így gondoltam. Most pedig mekkorát változott a világ. Ökumenikus Isten tiszteletre járok, ökumenikus lelkészkörben. Vannak olyan barátaim, akik nem katolikusok, szívesen imádkozok velük, hogy mekkorát fordult a szívemben valami. Nem tudom, hogy veletek ez hogy lesz, de tegnap a nyolcadikosokkal, amikor a hittanórán beszélgettünk, az egyik gyerek nagyon tiltakozott, hogy feleljen, és mondtam neki, hogy ennyire tiltakozol, majd egyszer még hitoktató lesz belőled. Az nem leszek soha, az soha nem tudhatod. Isten nagyon maglepetésszerű és szép dolgokat tud kihozni az életünkből. Persze, ha hagyjuk neki, azért ez nem azt jelenti, hogy majd kényszeríteni fog minket. Azt mondja Jézus, kérjetek és adnak nektek. Keressetek, találtok, zörgessetek, ajtót nyitnak. Melyik ajtón zörgetünk? Igazából Jézus nem mondta azt ebben a szép mondatban, hogy ez Isten ajtajáról szól. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Tehát itt kimondott egy alapigazságot, hogyha te valamire ráz, és azt csinálod, és azt nem hagyod abba, az előbb-utóbb kinyílik. Hogyha te egy kis matekos, okoska vagy, és ott van előtted a képlet, és maga az egyenlet, és nem nagy, de töröd a fejedet, és elmész külön órára, sikerülni fog. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy kinyílik az az ajtó, hanem az, hogy melyik ajtón zörgetsz. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Melyik ajtón zörgetsz? Ki fog neked nyílni az az ajtó? Nyilván azért tudjuk hozzá azt, hogy addig kell zörgetni, amíg ki nem nyitják. Múlt héten házi orvosnál jártam, és egy nagymama kisunokáját hozta oda délelőtt az orvoshoz, és a kisunoka, ugye az elején még ott játszott az előtérbe, néha úgy mondta, hogy menjünk haza, késett a doktor bácsi, egyre sűrűbben mondta a kisgyerek, hogy menjünk haza, mire megjött az orvos, addigra már így szinte fuldokolva, sírva mondta, hogy menjünk haza, menjünk haza. Nem lehetett magvigasztalni szinte semmivel. És amikor elkezdte az orvos a röndölést, kijött az asszisztens, a hölgy, és azt mondta, hogy legelőször jöjjön ez a kislány. És akkor már nem sírt olyan nagyon, magszeppent, bevitték, hát én nem tudom, mit csináltak, lehet, hogy szívbe injekciózták, nem tudom, mit csináltak vele, de megnyugodott, kijött, aztán csöndbe volt, oda mentem, magsimoltam, adtam neki egy kis cukorkát, nagyon már engedélyével, és végül is hazament, nem? Hazavitték. Azóta már sokat aludt, kipihente magát, lehet, hogy makkegészséges. Szóval, amit akart, azt megkapta. Menjünk haza. Elmondta 26 ezerszor, eljött az ideje, nem hagyta abba, és végül is hazaért, nem? És valahogy így van ez a mi életünkkel is, hogyha föltennéd azt a kérdést, hogy igazából miért vagy itt, vagy miért az a feleséged, aki a feleséged, vagy miért az a munkád, ami a munkád, ez most a fölnőttekre is vonatkozik, hogy hát ki akarta azt neked? Sztálin a zsarnok ráderőltette tankokkal, hogy itt tanár legyél a Kolpingban? Ki mondta azt, hogy ezt csináld? Végül is, ha a dolgok végére nézünk, a mélyére, hát én. Emlékszem rá, amikor 5 éves kispap voltam, már végigjártam a szemináriumot,
már ott voltam a szentölésnek az ajtajában, hogy diakonussá szentöljenek, és bezáródik a kapu, nincs visszaút, nincs. Nyilván sajnos van olyan, aki esetleg megszegi ezt az ígéretét, de alapvetően nincs visszaút. És ott álltam, és akkor így imádkoztam, 5 évesen volt egy ilyen időszak, és eszembe jutott az, hogy hát igazából miért nem lettem én nagy focista? Értitek, ezen kezdtem el ott gondolkodni. Emlékszek erre az időszakra, 5. év közepén, decemberben, hú, ráadásul még szerelmes is lettem. Minden bajom volt. És 1/2 év volt még hátra júniusig, az 5. év végéig, hogy felszentoljenek diakónusnak, amikor már aztán vége, megfogadjuk a celibátust, nő, nuku. Na, ez most kicsit ilyen durva kifejezés volt, de vége. Tehát irány a papság, irány a lelkipásztorkodás, és az, amit kimondok, hát ahhoz azért csak kéne tartani magamat. És akkor tényleg úgy a szívemmel feltettem az Úrnak a kérdést, hogy hát Uram, miért nem lettem én nagy focista? Kicsit úgy megkísértett az ördög, hogy hát én 10 éves koromtól 20 éves koromig a világ legnagyobb focistája akartam lenni. És hogy Uram, én miért nem lettem nagy focista? És imádkoztam, egyszer csak olyan csönd szállt a szívemre, és hallottam az Úr hangját. És annyit mondott az Úr, hogy hát te nem akartál. És ebben a pillanatban eszembe jutott, hogy végülis mi is történt 20 éves koromban, jó sok évvel korábban. Az történt, hogy kiszerettem a fociból. Még nem is az volt, hogy én már tudtam, hogy pap akarok lenni, egyszerűen kiszerettem a fociból. Szerelmes voltam a fociban, maga az én nagy álmomba, de hogy kiszerettem be, egy ilyen üresség volt a szívemben. Csak húztam magam után a belemet, és jártam az egyetemre. És ebbe az ürességbe egyszer csak teljesen váratlanul, miután már leadtam az igazolásomat, meg nem jártam többet edzésre, egyszer csak így betört az Isten szeretete. De tényleg. És meghívott a papságra. És boldog vagyok. És egyre boldogabb. És hiszem azt, hogy az vagyok, aki a leginkább akarok lenni. És ezt kívánom mindannyiunknak újra és újra, hogy azon az ajtón zörgessünk, ami igazán fontos, ami igazán jó, Isten ajtaján zörgessünk. Értitek ezt, amiről itt próbálok makogni? De most tényleg, értitek? Isten nem az ellenséged. Isten azt akarja, hogy boldog legyél. Isten nem akar elvenni tőled semmit. Isten teljesen önmagát akarja neked adni. Egy teljes, végtelen boldogságot. És igazából bármelyik ajtón zörgetsz, ha nem hagyod abba, akkor a másik oldalon meg fogják unni. Ez lehet éppen bármi az életben, most nem akarok példákat mondani. Ha Isten ajtaján zörgetsz, ő nem azért fogja kinyitni, mert most már magunta, hanem azért fogja kinyitni, mert ő már alig várta, hogy kinyithassa neked. Ha te igazán vágyakozol látni Istent, akkor meg fogod látni. Mert mit jelent hinni? Igazából, például, érdemes lenne ezt a kérdést tölteni, hogy mit jelent hinni? Azt jelenti, hogy most betereltek ide minket? Nyilván nem mindenki jött kötelező szándékból erre a szentmisére. Vannak közületek sokan, akik minden vasárnap járnak szentmisére maguktól, igaz? Például te ott, te. Igaz? Nem tudom. Ezt döntsétek el ti a szívetekben, hogy ez hogy van nálatok, hogy önként egyébként jártok-e. De tudod, hogy Isten nem kényszerít téged. Isten teljesen szabad. Isten valójában úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen szerelemre hív. Tehát ő nem kényszerít semmit. Mit kényszerítsen?
Isten tökéletesen boldog nélküled is. Hoppá! De te nem lehetsz tökéletesen boldog ő nélküle. És ő kívánja azt, hogy te kopogj, és keresd őt, és hogy kívánd látni az arcát. Mit jelent hinni? Egy nagyon egyszerű dolog. Ha vágyakozol arra, hogy lásd Istent, akkor már van hited. Szeretnéd látni Istent? Képzeld el azt, hogy valaki felhív téged a telefonon, valamilyen fontos ügyben. Például leadtad a audio hifi üzletben a kocsiból kiszerelt rádiós magnót és a hangfalat. Leadtad zálogba, és ott majd eladják. És várod, hogy visszahívjanak, hogy na, eladták, mehetsz a lóvéért. És az eladó, aki fölhív, az egy másik, nem az volt ott, amikor te leadtad, és hallod a hangját, és olyan szép a hangja. Olyan kedves. Olyan tiszteletteljes. Azt mondja, hogy tisztelt uram, kedves hölgyem, eladtuk az ön audio rádióját, és a kiszerelt hangfalakat. Képzelje el, hogy még másfélszor annyit adtak érte, mint amennyit ön eredetileg kért volna, mert annyira tetszett annak, aki magvette. És te így hallgatod az ő hangját, és egyszer csak azt mondod a szívedben, hátul, a gondolataidban, hogy ha ilyen szép ennek az embernek a hangja, ha ilyen kedvesen beszél hozzám, milyen lehet az arca? De jó lenne látni az arcát. Gyors, lerakod a telefont, és szaladsz a boltba, nem mondod el nyilván az eladónak, de ezen gondolkodsz útközben, hogy vajon milyen lehet az arca ennek az embernek, akinek ilyen a hangja? Itt van az Isten hangja leírva, és felolvastuk. Kérjetek, és adnak nektek. Meg kicsoda az közületek, aki fiának követed, amikor ez kenyeret kér tőle, vagy ha halat kért, kiad kígyót neki. Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább jót ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik őt. Mennyire szép ez a hang, ha igazán figyelsz rá. Isten jót ígér, jót akar neked adni. Zörgetsz azon az ajtón, kinyitja, és így nyakadba szakad a mennyország összes áldása és öröme. Ezt hallod most. És akarod látni Isten arcát? Akarod tudni, hogy milyen az ő arca? Hogy mennyire szép, mennyire gyönyörűséges, mennyire szabad, mennyire örömteli, mennyire újong? Isten, nem tudom, ki milyennek képzel Istent, érdemes lenne erről elbeszélgetni, vagy leírni, hogy ki milyennek képzel Istent. Lehet, hogy valaki semmilyennek nem képzeli el Istent. Hát nem is érdekel ez a téma. Engem az érdekel, hogy melyik boltba olcsóbb a cigi. Ez érdekel valakit közületek, hogy melyik boltba olcsóbb a cigi? Engem nem, de lehet, hogy valakit érdekel. Most igazából mi az, ami érdekel téged? Érdekel téged, hogy milyen lehet az Isten? Hogy képzeled el az arcát? Hogy néz ki? Úgy néz ki, mint egy UFO, ilyen nagy, hosszú csápok lógnak ki a fejéből, és a szeme így oldalt áll, és néha összekavarodik a kettő. Milyen lehet Isten arca? Van egyáltalán arca? Vagy ez az egész egy mítosz, egy kitaláció? Hát nyilván nem. Gyönyörűséges az Isten arca, egészen valóságos, hatalmas, erős, jóságos, a tekintetéből bizalom árad, elismert téged, szeret téged, úgy, ahogy vagy, szőröstől, bőröstől szeret téged. És nem követelőzik, nem sorolgatja a parancsokat, hogy most ezt se csináltad, azt se csináltad. Nyilván ő tudja, és látja a te félelmeidet, a szenvedéseidet, a ragaszkodásaidet, a bűneidet. Ezerszor jobban tudja. Van két dolog, amit mi nem tudunk eléggé. Az egyik, hogy valójában mennyire bűnösek vagyunk. Sokkal bűnösebbek vagyunk, mint amennyire gondolnánk. Ezt nagyon nem tudjuk. A másik, amit nem tudunk,
hogy Isten mennyire szeret minket ennek ellenére. És ha akarod látni Istennek az arcát, akkor már van hitad. Amen. Álljunk fel, folytassuk tovább a szentmisét a könyörgésekkel.